már fáradt. Nem tudom, hogy a kellett volna takarni. Van egy kis gond, hogy értsétek. Van egy kis gond. Az a gond, hogy hiába állítjuk össze az ingyenes számítógépeket. Az a gond. Az a gond, hogy nem kell senkinek. De furcsa mi, pedig tényleg így van. Tiboriusszal a műhely keretei között összeállítjuk az ingyenes számítógépeket, amit a többi videóban láttok. Mindenki elutasítja. Mindenki. És itt furcsa, nem? Pedig így van. Nem voltam annyira felkészületlen, használtam a Yahoo, a Google, meg a Bing-nek a keresőjét. Na majd én megtalálom azt a szeretett szolgálatot, a szociális szolgálatot, a szociális központot, az ellátókat, támogatom mindenkit. És majd én írok nekik levelet, hogy itt van egy pár ingyen gép, és ki kéne vinni családokhoz. Na, mindegyik azt mondta, hogy ne, ide ne hozd, mert önálluk ez nem így működik. Mindegyiknél egyenként ugyanúgy működik a dolog. Elmondom, hogy ezt ti is értsétek, hogy ez hogy működik, jó? Mondjuk. Itt egy zsepi, ez fogja szimbolizálni a számítógépet. Hát én fogom a zsepikét, ugye, számítógépet, odaadom nekik, mármint a szolgálatnak, így leteszem, tessék, és kész. Tehát én magam már nem ellenőrizhetem, hogy ez valóban eljut-e a rászorulókhoz, hanem nekik, a szolgálatnak kell odaadni. És mint kiderült, jó pár belső emberként van már, tehát egy keresés után, és ez úgy működik, hogy például, most mondok egy példát, az egyiknél, nem akarom mondani a nevét, mert mindegyik ilyen, szóval úgy működik a dolog, hogy odaadod a számítógépet, össze teherautóval te, tehát te kifizeted a teherautót, kifizeted a benzint, kifizeted az emberkét, aki hozott, kifizeted a pakolót, mindenki, leteszed a sok számítógépet, a sok kábelt, a sok monitort, oda leteszed az ajtójukba, becsöngetsz, és ők azt mondják, hogy na jó, akkor most be is kéne hozni. És szépen be kell vinni az ő központjukba, letenni, letakarni, és kész, utána jöhetsz el. Vágod? Tehát te már ezt nem látod, hogy bárki, akinek te szánod, mint család, azt megkapná. Mondom, hogy kik utasították vissza, ugyan nagyok. Mondanám, jó? Mert... Már most majdnem azt mondtam, hogy vicces, nem az. Hát igen. Persze elkezdtem keresni, ha találok mást. Ilyen kereső szavakkal kísérleteztem, a szociális szolgálat Budapest 19. kerület. Persze, hogyha kiveszem belőle azt, hogy 19. kerület és szociális szolgálat Budapestet meghagyom, nagyjából egy-két találattal kevesebben ugyan, de ezek azok. Tehát ők azok, akiknek ez nem kell. Az igazán nagy nevek, hát az a máltai szeretett szolgálat, tehát nekik nem kellett. A Széra, ez a szociális és rehabilitációs alapítvány, stb. Na itt volt azért kalandom is, azt majd mindjárt elmesélem. És volt még egy, amit most valamilyen hiba miatt, ja hát meg terület önkormányzatot keresek, meg Ilona, csak az a baj, hogy idősek klubja, mint olyan, napi ellátás. Tehát itt időseken kívül, mint olyan család nem is létezik, jó? Tehát mondjuk mondok mást is nektek, tehát van ilyen is, van ilyen is, hogy a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége olyan furcsa, most a levelet már meg sem mutatom, egyébként nem tartok ott, hogy nekem bizonyítani kelljen, amit mondok már. Kicsit furcsa lenne, hogy még az e-mail címet is megmutatom, amivel levelezek. Nem az enyémet, ugye az övékét. Ők azt írták vissza a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének adminjai, mert valószínűleg ezek nem igazi segítők, hanem csak ilyen adminok. De azt írták vissza, hogy ne alázd meg minket még jobban, ne tiporj belénk, stb. Azzal, hogy ingyenes számítógépre hiszed, hogy nekünk szükség van. Ez volt a Magyar Gyengéllátók és Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének az adminja. A másik, a Szérás csoport, ugye mutatom még egyszer, tehát a Szérás csoport, ők, ki van téve egy telefonszám, ide a kapcsolódás, illetve kapcsolat magunkról menübe, ide ki van téve egy telefonszám, na az a telefonszám így 5 éve nem működik. Tehát nekem
a internetes keresővel a barátok, a haverok által sikerült egy 70-es mobiltelefonszámhoz jutni, az, az ő telefonszámuk, ahol egy, hát nem titkárnő, mert a titkárnő valóban intézi a titkárság fontos ügyeit, hanem egy portáshoz kapcsol le, ez a 70-es szám, és a portás szépen elmondta, hogy náluk van már rendszergazda képesített, tehát alapból ugye rendszergazdasz képesített kell legyen, fizetést is kap, érdekes, akkor már is nem kell nekik a számítógép, mindegy, és van 6, így mutatom, 6 számítógépük, amiből 2 megy, mert a másik 4 túl régi, hogy megjavítsák. És amikor én felajánlottam azt, hogy adok 4 számítógépet, 4-et, plusz megcsinálom a régi 4 számítógépet is, mert annak csak alkatrész hibája van, mi meg tele vagyunk alkatrészekkel, mert ti segítetek. Erre azt üzenték, hogy igen, meg is akarod csinálni, akkor nem kell lesz. Ilyen furcsa, nem? Na, ezt a levelezést azért megmutatom, mert ez a... nem tudom, szerintem a pofátlanság magas iskolája. Tehát valakinek van arca, oké, nem gáz, persze, nekem is van, másiknak, mindegyiknek van, de ha valaki jön segíteni, akkor ne utasíts vissza, mert kell a segítség mindenképpen. Na, előszedem a levelezést, jó, mert ez igen vicces. Na, tessék. Itt van. Hatlábú farkas levele, megpróbálom kirögzíteni a kijelzőt. Hatlábú farkas levele ezt írta. Beszéltem a vezetőséggel, köszönjük szépen a felajánlást. Itt még jó arcok, figyeld a végig, kicsit eldurul. Na, tehát. Az önlevelő. Üdvözlöm, beszéltem, 4 komplet számítógépet tudnám fogadni, amit 3 különböző intézményben használnánk majd fel. Majd a lakók számára kialakítva internetezés és gyermekek esetéjáték céljára, stb. Telefonban jelezte, hogy hétvégén jó lenne, szállításra esetünkben most hétvégén szoma délelőtt, legkésőbb 11 óráig megfelelő, hogy meg tudnánk oldani, reméljük önnek alkalmas. Kérem, írja meg pontos hova és hány órára kell mennünk a gépekért, a számítógép az apparáza 61 zár működik, nézést meg elszállítani. Ezért a gondolja, hogy felvétel készít számítógép közös eldehességbe történik, valami Zoltán, mindegy. Üdvözlöm levelét, ez már itt az én levelem. De én sose írtam ilyen kultúrát levelet, tehát helyesírási hibákra figyelni, meg ilyenek, mert na itt ez fontos. Tehát aki nem mondjam azt, hogy a szolgáltatás minőségét nézi, hanem hogy van-e benne helyesírási hiba, na ez a hely. Tehát a ronyrázás, meg a arcmutatás, meg ezek, szóval itt ezzelre mennek, itt nekem is figyelni kellett arra, hogy többé-kevésbé azért ne legyen benne túl sok helyesírási hiba. Mindegy, menjünk tovább, jó? A negyedik, vagyis van, a 4 számítógép ügyében írok, mert sajnos a Facebook megtiltotta a kifelé történő levelezést, ezentől a Google mailes e-mail címre várom az egyeztető levelét, szombaton a műhely is, annál zárva van, ebben a pillanatban tudtam meg, sajnos az üzemeltető család nincs otthon, ezért remélem a PC költöztetését el kell halasztani egy héttel a következő szombatra. Én azonban ráérek, és Zaporozza 61-ben busszal, metróval elmegyek a reggeli órákban, és ha nem működő régi PC-ket is megnézném, ha lehet, meg is javítom, vagy felírom a hiányzó alkatrészeket, és azokkal együtt érek majd vissza, hogy ki is tudjuk javítani, üdvözlettel a Farkas, a Minuszperek Magyarország, stb. Következő levél, kicsit lejjebb hozom a kurzort, jó? Na, gyerünk. Tehát itt a előzőnek a folytatása. Szóval üdvözlöm, levelemen írta, hogy ráér felkeres minket, ha nem probléma, kérem ne tegye, hiszen feleslegesen tenni, semmilyen módon nem áll módunkban hozzáférés biztosítani sem önnek, sem más nem a jelenleg működő, illetve nem működő régebbi PC megtekintésére, megjavítására, hiányzó alkatrészek felmérésére. Eddigi együttműködésünkben nem erre kértük, és erre szóban, írásban sem adtunk semmiféle engedélyt, és az ön részéről feltétel volt a 4 számítógép adományozása, akkor kérem vegye tártalannak a 4 számítógép iránti kérelmünket. Az alapítvány területi működőgépek, mint az alapítvány tulajdona, így ehhez köthető külső személyek hozzáférés nem áll módunkban biztosítani, az adatvédelmi ilyen-olyan törvény alapján illetéktelenek számára hozzáférés betekintést adunk szigorúan tilos. Ezekbe tulajdoni személy adatokból történő betekintés esetén büntetőjogi felelőre vonást kapnánk. Figyeld, mellé duma, amennyiben a fenti feltétel korábban működő 4 számítógép adományozna részünkre, akkor főnökeimmel egyeztetem a jövő hét szombaton, semmiféle egyeztetés nem szükséges, nincsen ott semmiféle főnök, mert nem elérhető, ugyanis sem majdnem titkárságot mondtam, szóval sem a portán ügyelő, semmire nem tudó válaszolni kis csaj, sem pedig ez az Zoltán nem felhatalmazott arra, hogy elérje a főnököt.
Tehát hiába hívott föl, míg a rejtett telefonszámon is a főnök nem kapcsolható. 1. Semmiféle felhatalmazás nem szükséges, 2. Ő az admin. És nem tudja megcsinálni a gépeket, és ha nem tudja megcsinálni a gépeket, és jön külső segítség, ilyen levéllel próbálja elhárítani azt a felelősséget, hogy ő baszt el. Figyeld, menjünk tovább. Következő mondat még egyszer. Amennyiben a fenti feltételek továbbiakban működik a 4 számítógép adományozására a részünkre, akkor a főnökeimmel egyeztetem a jövő szombatot, amit még nem mondok biztosra, mert azt még velük egyeztetnem kell. Várva a visszajelzését tisztelettel, a rendszergazda jelenlevél titkos mellékletét a vezetőség felé továbbítára került. Na, gyönyörű. Vezetőség. Majd biztos elolvassák, nem? Na, sajnálattal értesültem a szombati rossz hírekről. Nem óhajtok semmiféle hozzáférést a nem működő régi PC-khez. Az ajánlat 4 újabb gépre vonatkozott. Tűkön ülve várom jövő hétvégre vonatkozó levelét Farkas a Vénusz projektől. Na, ez történt kb. 2 hete. Vicces, nem? 2 hete? Március 28. Nagyon rosszul mondom, nem 2 hete, hanem 1 hete, mindegy. Senkinek nem kell a gép. Vágjátok? Tehát egyszerűen senkinek. Abban a pillanatban, hogy én, vagy a Tiborius, vagy bárki más, akiben megbízom én, az elmegy és valóban ellenőrizi azt, hogy azt valóban család kapja meg, már nem kell senkinek. So what the point? Ez az egész videó, amit most láttuk, ez azért készült, mert a ti segítségetekre lesz szükség abban az ügyben, hogy hova a fenébe kerüljön az ingyenes számítógépek halmaza, mint olyan. Az elsődleges cél család, 3 gyermekes, mind a 2 szülő megvan, egyik se iszik, mint állat, pedig tudjuk, nagyon jól az állatok nem isznak, ugye alkoholról van szó, tintikéről. Tehát mind a 2 szülő megvan, van 3 gyerek, és mondjuk ebből 2 18 évnél fiatalabb. Ja. És valóban szükség van a számítógépre, tehát rászorultság mutatkozik. Világos? Tehát a bevételi forrásuk nem elég arra, hogy megéljenek, igen nagy a szegénység, és ilyesmi. Ja. Tehát hiába próbálom a törvényes utat, hogy valóban ilyen nagy szociális és rehabilitációs alapítványok meg olyan szociális és családsegítő csoportok, alapítványok, közegek, KFT-k, BT-k segítsenek, akik erre hivatottak, ez mind csapda. Ez egy profit, motivált világ. Tehát minden egyes esetben, amikor te, ebben az esetben ugye én, te felajánlasz valamit, hogy ezt add a szegényeknek, az első kör az, hogy ott belül maguknak elosztják, és ott belül egyiknek se kell, esetleg, és te neked hatalmas szerencséd van, esetleg abból egy-kettő valóban valamiféle családhoz kerül, de azok mindig a haverok, a barátok, a spanok, az ismerősök és annak ismerősei, nem pedig az, aki valóban rászorul. Tehát ez most így nem ment. Jó? Hiába próbálom, egyszerűen nem. Mindig ebbe a tűzfalba ütközöm, amikor letlaktam Ercsiben, nekem már bejáratott útvonalam volt, de ez egy nagyváros, ez egy főváros. Hát itt akkora a korrupció, hogy el nem tudom mesélni. Jó, ez a másik, el tudnám mesélni, te nem tudnád elképzelni, mert nem olvasol. Nincs fantáziát, szóval nem áll jól a dolog. Meg kezdenek gyűlni a számítógépek, szépen rakjuk össze őket, de senki nem segít abba, hogy az el is kerüljön oda, ahova kell. Én meg hiába keresek, egyszerűen nincs olyan, aki valóban azt mondja, hogy van egy csomó rászoruló, mi vagyunk itt, mint szociális központ, de ha van valami adományod, akkor segítünk, hogy hova vidd. Nem. Ez a harmadik nincs, és egyből a negyedik van, hogy add csak ide, majd mi elosszuk. A lényeg, hogy te ne lásd, hogy hova kerül. Ez ugyanaz, mint a használt ruha gyűjtőkonténer, és az aljára oda van írva, hogy na mindegy, nem is mondom el, majd nézd meg, olvasd el, jó? Az egyik a Magyar Mátai Szeretett Szolgálaté, a másik meg a használt ruhásé. Tudod? Azt egymásé verekedne. Na, nem túl jó ez a helyzet, mindegy. Arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok olyan családokat találni, már hogy ti. Ahol valóban rászorultság van, jó? Tehát az ismert 3 gyerek, 2 szülő, és mind a 2 megvan egyik sevedel, mint állat, jó? És lehet albér, lehet egy szoba, lehet bármi, tehát többi már megy, jó?
Jó, ez már biztos menni fog. Úgyhogy megyek és légy szíves segítsetek, jó, mert ezzel még így nem vagyunk kész. Én meg megyek, hallgatok egy kis zenét.